lesz a legérdekesebb téma. Legkényesebb vagy legérdekesebb? Legérdekesebb téma lesz. Oké. Okay. Tök jó címe van. Nagyon jó. Melyik a jobb? A Stihl vagy a Husqvarna? Vagy a Husqvarna vagy a Stihl? Várjál, hadd mondjam véget. Melyik a jobb? A Stihl vagy a Husqvarna? A Fűrészmánia megmondja. Na, ez volt a hatásvadász rész az egésznek. Szándékosan hatásvadász lesz ennek a filmnek a címe. Mégpedig, most nem tudom, melyiket tegyük előre, Stihl vagy Husqvarna. Ugye, ez megint, ez is ezzel lehet befolyásolni, igen. A lényeg az, hogy a YouTube-on nagyon sok videó, mi nekünk is van hatásvadász című film. Szerintem mindenki. Hatásvadász címeket lehet választani ahhoz, hogy mindenképp rákattintsanak erre a filmre és megnézzék. Tehát mi ezzel a filmmel nem a tutit akarjuk megmondani, hanem csak egy kicsit belemegyünk mi is ebbe a hatásvadászatba, hogy csak mi megpróbálunk egy picit úgy érvelni, hogy a mi nézőpontunkba bemutatva dolgokat. Melyik jobb, a Stihl vagy a Husqvarna? Vagy a Husqvarna vagy a Stihl? Szerintem nem titok, Attila, hogy mielőtt mi a Zoleo Maghoz, úgymond, leigazoltunk volna, te javarészt stileket használtál, én meg javarészt Husqvarnákat. Jó, van most is stile. A videóból ez jön le, de én használtam minden fügészt, meg te is. Igen, így van. Tehát az egy dolog, hogy tehát azóta odahúzott a szívünk jobban. De ugye ebben volt némi tudatosság is, mert ugye két pólus az mindig egy érdekesség tud lenni egy filmben, tehát a magas és az alacsony, a fekete-fehér, ez a kettő, ez mindig kéz a kézben jár. A Stihl és a Husqvarna, igen. Meg hát az, hogy nekünk szerintem mindegyikünknek személy szerint van kedvence minden típusú gyártónál. Igen. Tehát én nekem legalábbis van. Igen. Na és a lényeg az, hogy most mi is beléptünk abba, hogy most megpróbálunk egy kicsit erről beszélgetni, hogy a Stihl vagy a Husqvarna a jobb. Én rögtön az elején, meg szerintem ezt rövidre is tudnánk venni, de lehet bőre is, de rögtön az elején azért ezt leszögezném, hogy ez úgy működik, szerintem körülbelül, mint hogy kinek melyik tetszik, a szőke vagy a barna. Mert ezek a ketten, ez a két nagy gyártó, ezek azon a színvonalon vannak, meg olyan viszonyban vannak egymással, hogy egyik a másik nélkül nem tudna létezni, mert kettőnek a versengése okozza az egyiknek vagy a másiknak a fejlesztését. Ez olyan, mint amikor a háborúba értek el lenő fejlesztéseket. Igen. Az is igen. Szerintem. Tehát ez az egészséges konkurencia harc termeli ki az, hogy ez a két gyártó olyan magas színvonalon gyárt. Maradjunk, hogyha már fűrészmánál maradjunk látfűrészeknél, nem bontsuk ki jobban, azt is tud, de azért meg lehet említeni, hogy a Stihl az például a láncfűrészekre alapozza az egészet, igen, gyakorlatilag is annak a mellékszálaival, míg a Husqvarna az a történelemben sok minden mást gyárt. Hát a Stihl az ilyen tehát a Husqvarna, a családi vállalkozás végül is szinte. Igen. Tehát a Husqvarna az 325 évnél volt 2014-ben, azt hiszem. Hát tudsz volna, több céget felvásároltam. De tényleg az, hogy a középkor óta ágyukat gyártott, varrógépeket, különböző, tehát a mai napig is olyan dolgokat gyárt, hogy arról meg egy olyan filmben olyan cégeket vásárolt meg, amit tehát minden gyártanak. Tehát igen. Na, itt a lényeg az, hogy óriási gépektől kezdve olyan kicsi kis igen, dolgok. Tehát akkor most visszatérve a láncfűrészek körébe, ez a két nagy gyártó talán a legelhíresültebb a világon. Láncfűrészekben biztos. Tehát most mi a fűrészmánia, akkor maradjunk itt, hogy ez a kettő nagy gyártó. Emellett viszont van még nagyon sok gyártó a világon, illetve olyan hú, de sok nincsen. Régebben több volt. Sokkal több volt. Tehát régen nagyon sok. Hovájában merült, igen, rengeteg igaz volt. De a lényeg az, hogy akik még aktívak vannak, tehát itt vannak, említsük meg ugye a saját házunk táján lévő márkát, az Oleo Makot, ő egy európai olasz gyártó, akkor Japánban nagyon, azt nem mondom nagyon sok, de több gyártó is van. Komoly gépeket gyártanak. Komoly láncfűrészeket gyártanak, a Dolmárt sem szabadna elfelejteni, a Szóló láncfűrészeit sajnos most már lehet, hogy az is hamarosan. Pedig ő is nagyon jó gépeket gyártott. Nekem minden dolgot félretéve, nekem az egyik legkedvesebb és a legjobban személyre szabott láncfűrész, amivel alapján... Ilyen súlyteljesítményen az a Szóló 656 volt. Én ezt azért említem meg, mert tőlem kérdezte egyszer valaki, hogy mi tetszik ebbe a gép, és mondta, hogy fogd meg a kezedbe, és akkor már maga a fogása másabb volt, mint az összes rezgése, közgés. Minden a szinte... Szóval akkor most melyik jobb, a Stihl vagy a Husqvarna? Mit mondasz te erről? Melyik a jobb? Láncfűrészeknél tartunk. Amelyik elindul? Figyelj, muszáj választani, mert most ugye most megcsináltuk ezt a hatásvadász címet, akkor ezt valahogy ki kellene fejteni.
Tehát, hogyha most... Én típusfüggő vagyok, én mindig azt mondom, hogy nekem... Vagy egy márkán belül, amelyik bejön? Így van. Na, akkor... akkor... Én például 20 vonalom is van kedvenc gépem, amit na, tetszik. Na, elmerjünk akkor meg. 390 XP. Azt tetszik? Az... Szerintem a 20 vonalna tökéletesebben nem gyártott eddig. Eddig? 5-ös 20 vonalakról mi a véleményed? Ugye említsük meg, hogy azoknak azok ugye az autótyúnos gépek. Nemrég hát, nem volt lehetőségünk röviden, de kipróbálni egy pár vágás erejéig az 572-t. Hát az a baj, hogy, hogy most nem tudom, használat, nekem használat volt, tehát az elég sok gond volt. Ugye ezt azért tudjuk, hogy a... igen. De újabbban is állítólag van olyan, amit már szervizbe kell hordani. De ugye ez a stíli, ez az M-tronik, ugye? Igen, ez az M-tronik. Arról is hallani ilyet? Igen. Na, tehát a lényeg az, hogy akkor melyik jobb? Tehát most a hogyan is tudnám én ezt érzékeltetni, hogy most megnézzük a Forma 1-et például. Bevált típusok szerintem. Nézzük a Forma 1-et. Egyik évben ez a világban, a másik évben az a világban. Melyik a jobb? Ebben az évben ez, másikban meg az. Én azt veszem észre, hogy itt olyan szoros a párharc. Pilótától is függ. De igen, persze, de ők csapat. Tehát itt, érted? Tehát most a stíl se egy... ember, hanem meg nem egy gép, hanem az egy csapat. Meg ugyanígy a Husqvarna is. Na figyelj, és képzeld el azt, hogy ez a két nagy gyártó, uh-huh. Tehát tényleg a legnagyobb láncfűrész gyártók, legismertebbek Európában mindenképp, és szerintem a világszerte is, persze. Ezek úgy, én azt veszem észre, hogy úgy fejleszgetnek, hogy valamelyik gyártó mondjuk csinál egy nagyon jól eltalált modellt, akkor abban a pillanatban megelőzi a konkurenciát. Igen. Igaz? Hát megelőzi a konkurenciát, megelőzi a konkurenciát, akkor ő egy lépéssel előre jár. Az lehet ez az időtartam, 1-2 év, míg a másik addig előhozakodik egy olyan modellel, ami felzárkózik ahhoz, vagy még meg is ugorja. Vagy egy szenzáción végül is. Igen, és ezek a lépések csinálják azt az egészséges fejlesztést. Így van, szerintem. Ez a legfontosabb. Egymás nélkül nem működnének. Igen. Jön, de ying és a yang. Ying és a yang. Csak hát itt így van eloszva, hogy Németország és Svédország között, holott vannak azoknak is, ha jól tudom, Kínával üzemeik, tehát most ne vonjuk bele a kínai. Szerintem mindegyiknek van. De melyik a legjobb láncfűrész? Az a láncfűrész a legjobb, amivel az adott feladatot el tudod játszani, el tudod vállalni, meg tudod oldani, szerviz háttérre legyen. Ugye, tehát az, hogy melyik láncfűrész jobb mondjuk Ausztráliában, ott már az is tényező lehet, hogy melyiknek jobb a szerviz háttere, nem? Igen, ott biztos az adott országban. Biztos, ugye? Hát más lehet, melyik jobb, mondjuk Svédországon, Svédországon melyik lehet a legjobb láncfűrész? Szerinted? Na. Szerinted? John szeret. Vagy pedig a Husqvarna, ugye? Mert egy és ugyanaz ma már. Igen. De a lényeg az, hogy... De ott szerintem jobban szeretik ezt a John szeret? Nem tudom. Téma. Azt tudom, hogy ott az északi országokban ezek máshogy oszlanak el, mert van olyan szomszédos ország, ahol a John Zeret van előtérve, a másik Husqvarna. Nem tudom, hogy ez ilyen dac lehet, vagy csak a szín. Ugye sok azon is múlik, hogy bemész egy szervizbe, ott milyen tapasztalatok vannak. Tehát ott milyen az adott ember, aki ott van a pult mögött. Igen. Hogy csinálja meg a gépedet, működik-e utána. Nem kell neked megcsinálni saját magad otthon, vagy bármi. Meg a másik, meg az, hogy bánnak veled. Azt mondom, hogy egy emberileg hogy bánnak veled. Tehát az, hogy bemész, és akkor... és lekezelnek, vagy pedig úgy beszélnek veled, minden vacskával. Vagy fogalmatlanok. Mert... vagy olyan is van. Szerintem valaki ma a véget is cserélt márkát, hogy ott milyen tapasztalatban volt. És azt akarom ebből még kihozni, tehát hogyha ezt most visszabontjuk, visszafejtjük egészen odáig, hogy amikor emberek egymásnak tudnak ugrani, hogy melyik a jobb a stíl, vagy a Husqvarna, akkor az megint odáig visszavezethető, mint hogyha most azon veszekednének, hogy a te feleséged a szőke az jobb. A te feleséged barna az jobb. Tehát ez már annyira, tehát ez annyira le van szerintem. Tehát ki melyik foci csapatnak szurkol? Tehát akinek van egy saját foci csapat, aminek szurkol, akkor az a másikat nem fogja jónak tartani. Én megmondom őszintén, legjobban azt nem szeretem, amikor ilyen nagyfokú általánosítások vannak. Tehát mit tudom én, Husqvarna a pörgős, a stíl meg... Ez a nagy klasszikus. Akkor a hülyeségnek tartom. Ez a nagy klasszikus. Hogy ez hihetetlen. És ezt mindezt úgy kellene értelmezni. Most képzeld az, hogy a stílnek van, most hasonlóra ütök, hogyha itt lennék katalógusnak, meg tudnám mondani, van ebben az évben, 2018-ban ennyi és ennyi és ennyi és ennyi modellje.
Ettől a felhasználási területtől, ettől a felhasználási területtől. Van M-tonikus, van sima karburátoros. Hobbi, várj, figyelj, bontsuk le háromra, hobbi, fél profi és profi. Igen, így van végül a hobbi gépet a profival ne hasonlítsuk össze, de mégis sokan megteszik. És ugyanez létezik, ugyanez a három csoport létezik a Husqvarnának, és ugyanennyi modellel körülbelül. Na most nem azt mondom, hogy ugyanennyi. Most hát körülbelül, de az árba is szinte közel van egymáshoz. Azt mondják, hogy a Husqvarna pörgősebb. Fogadjuk, hogy van olyan stíl, ami pörgősebb, mint egy Husqvarna. Egyértelmű. Típusfüggő szerintem az, persze. Hogy... Ez, az, ugye, hogy ez ilyen általános, volt ilyen régen ilyenek, hogy az olasz autók árulnak. Aztán nekem volt kettő olasz autóm, két fiatalom, és egyik se árulhat, érted. Na mindegy, ezek ilyen, hogyan mondjam, ilyen tapasztalatokból... Sőt, 20-nak is volt olyan modellje régebben, ami majdnem 15 ezeret forgott. Van olyan, ami 12 ezeret forog. Stílben is van most az újak között, ami 14 ezeret forog. Valamelyik csak 11 ezeret. Vagy a régebbiek volt, ami még 10-et se forgott. Hát jó, akkor, de azért mondom, hogy ez, ez egy óriási nagy általánosítás, úgyhogy ez igen, nem állja meg a helyét. Meg a nyomatékosság. Ez is mind attól függ, hány köbcentiség gép szerintem. Persze. Persze. Hát figyelj, most az, hogy stíl vagy Husqvarna, tehát hogyan mondjam neked, a kategórián belüli vetélytársával kell mindig összehasonlítani. Igaz? Tehát most a hobbi gépet ne akarjuk a profival, se a félprofival, félprofit a félprofival, abban a köbcentiben, abban a súly adatokban, abban az árkategóriában. Mert árba is lehet hasonlítgatni. Meg ugye ezek a gyártók, tehát máshogyan fejlesztenek én szerintem. Tehát valamelyik egy köbcentin felül már nem fejleszt. Ezt sokan nem fogadják. Ugye ez a piac diktálja. Igen. Tehát, mondok egy jó kis széljegyzetet, hogy akkor említsük meg ezt a vonalat. Ott van a 965 HD az Oleo Macnak, az egy nagyon elhíresült modellje volt, az egyik legprofibb gépének kiáltották ki. Nagyon tartott. A HD az azt jelenti, nem a felbontás a HD, hanem a HD. Heavy Duty, az azt jelenti, hogy nehéz igénybevételre tervezett gép. Arról tudni kell, hogy a távol-keletre szánt piacra és a dél-amerikai piacra szánt modellük volt. Ahol milyen erdők vannak. Igen, és akkor az volt, tehát ezt a gépet például azért a cégnek a igazas indoklás azért építették le a modellpalettáról, mert a piac eltolódott az 50 köbcenti környéki láncfűrészek irányába, mert a teljesítmények, ahogy nőttek az 50 köbcentis gépek felé, akkor már nem akartak egy akkora gépet. Tehát gyakorlatilag kiszorította egyik a másikat. Uh-huh. És ugyanez lehet az általános láncfűrészes fejlesztési protokollban is, hogy most ha egy 55 köbcentissel vagy 60 köbcentissel el tudják végezni azt, amit egy korábbi 70 köbcentis, akkor miért csináljanak? Persze, miért csináljanak egy nehezebb gép? Nehezebb, döhömebb. Tehát az így van. Ez a fejlődés. Ezért. Sőt, mondok akkor egy másikat, hogyha már ilyen sztereotípiák vannak. Mert mindig van. Volt már olyan, aki azt mondta, hogy nem érti meg, hogy mit kell ezen annyit magyarázni, hogy a mai gépek így, meg úgy, meg amúgy, mert hogy valójában a felfüggesztésük és a rezgés silapításuk az hosszú évtizedek alatt nem változott, mert vagy rugó, vagy gumi. Ez egy óriási nagy butaság. Képzeld el azt, hogy... Régen 4 órát dolgozhattak vala maximum. Olyan rezgés volt, igaz? Olyan, hát tönkre mentek az emberek. Ma meg már úgy van, hogy nincs meghatározva. Mert olyan rezgés kibocsátása van, rezgés csillapítása van, annyira kevés rezgés bocsájt ki egy mai láncfűrész, hogy simán lezó. Így van. Régen orvosvizsgálatra kellettek menni, hogy nem tönkre a kezük a véráramlás, hogy minden, vérkeringés, hogy nem elmenek. Na, tehát azért mondom, hogy aki azt gondolja, hogy évtizedek alatt nem fejlődtek a láncfűrészek, az azért mond butaságot, mert valószínűleg nem fogott a kezébe egy mai láncfűrészt. Ennyi. Meg a másik az, hogy... Ez a legfontosabb szempont. Igen. Tehát az, hogy most leteszek ide egymás mellé egy 20, meg egy 30 éves gépet, meg egy mait, és a színük hasonlít, meg az arányaik hasonlítanak, az nem azt jelenti, hogy ez ugyanaz. Tehát emeld föl. Igaz? Nem, semmiképpen sem. Emeld fel, dolgozz. Meg az, hogy tényleg bármilyen másfajta gépet összekezel, mindig más tapasztalat van. Na, másik téma, figyelj. Tervezett elavulás. Mai gépek nem tudnak annyi üzemórát, mint a régi kontrák. Például. Ez megint az a téma. Igen. Most képzeld el azt a szituációt. Mennyit termelt ki azzal a géppel? Igen. Meg mennyit termel ki az most az új géppel? Igen. Tehát milyen körülmények között? Milyen körülmények között? Most milyen rezgés volt ott, milyen súly? Most gyakorlatilag arra akarunk célozni, hogy a régi gépek azok tudtak, mondjuk hasamra ütök. Most félre ne értse senki, nem akarok valótlant állítani, csak hasamra ütök. Mondjuk a régi gépek a hőskorból, amikor aranykorszaga volt a láncfűrészeknek, tudtak 3000 órát. Üzemórát. Igen. És utána ment a kukába, nem volt érdemes felújítani, ment a kukába. Megfordult, a mai gépek,
mai professzionális gépek, mondjuk, ha megint csak hasamra ütök, nem akarok félreinformálni senkit, mondjuk tudnak 1500 üzemórát, és utána mehet a kukába. Na, de most képzel... 1500 üzemóra az mennyit termel ki? Milyen körülmények között, és a többi. Mert nem kétszeresét termeli ki, mint egy 3000 üzemórának. Eleve dupláját forogja, tehát... Szinte igen. Hát jó, azért nem, mert másfélszeresét forogja a hőskornak. Nagyon régen forogtak. Mondjuk most átlagosan ilyen 12-13 között forognak terheletlenül, nem? A körülbelül minimum. Annyi minimum. A régi, a hős korszakban olyan 8000 környéke, 8-9000 környéke. Igen. Nagyon régen volt az ilyen 6000-es fordulasszám, az ilyen hupogós, yeah. Szólórex, meg ezek talán. Hát azok. Ugye azok azzal termeltek. Igen. Tehát az a lényeg ennek is, hogy ugye emögé is lehet ilyet tenni, hogy melyik bírja jobban, melyik, és a többi, és a többi. Most figyelj. Hát ugye a régi fészek minden nagyobb volt, tehát nagy csapágyak, nagy hajtókar, minden ilyen. De annyi kilóval is több. Persze, hogyne, hát az olyan. Szóval most a súly teljesítmény arány most borzasztó sokat aki, változott. Igen, aki meg igen. Tehát aki rezgés. Azt gondolja, hogy a rezgés például nem fontos tényező. Tehát az adatokat meg lehet nézni, egyébként megadja a gyártó az adatokat igen. Mindig jobboldali, baloldali. Igen. Tehát azt meg lehet nézni mindegyik gépnél. Igen. Tehát nem tudom, régi katalógus esetleg vagy neten fönt vannak ilyen régi anyagok, azokban is meg lehet nézni, régi mennyi volt, meg most mennyi. Persze. Hát mert, jó, most már ugye most már egyre jobban szorongatják ám a gyártókat is a károsanyag kibocsátási normák miatt. Igen, is. Meg... És akkor most képzeld el azt, mert jönnek a sápítozások is abban az irányban, és figyelj, ezt hallgass, hogy bezzeg a régi gépek azok mennyit tudtak, mennyi teljesítményt tudtak, hogy ezek akkor is tudták a mait, igen, de okálták a károsanyagot. Azt is meg olyan fogyasztás volt. Igen, meg ugye a rezgéshez sokat hozzátettek, a láncok is változtak. Tehát, igen, az is változott. Tehát az is rengeteget változott, a lánc is. Mert aki azt mondja, hogy nem figyelj, a láncsebességek azok már sokszor. Régen voltak a láncok, hogy tényleg csak a foga volt rajta, és akkor ugye az beleraktad a fával. Szakító fogas lánc. Ott van például a Bojtinak az 1950-es magyar láncfűrésze, azon akkora fogak vannak körülbelül, mint nem is tudom, mint egy lapos veszelő. És amikor vágod, akkor arra kell vigyázni. Rengeteget változtak a láncok. Elképesztő. Na jó, tehát akkor a stíl vagy a 20 jobb? Én erre tudom, mit mondanák szerint. Egy-egy. Egy-egy, így van. Lehet, ők vannak felül most. Ők vannak a legfőső polcon. Tehát hogy mondjam? Tehát úgy lehetne szerintem, hogy kategóriájú, egyik jobb, másik jobb. Igen. Most ugye van injektoros fűrészük, másiknál nincs injektoros fűrésze. Valamelyiknél lehet választani, hogy legyen elektronikus az érlése, másiknál nem lehet választani. Ugye. De az sem mindenhol. Az sem minden ország, nem minden ország. De azt is tegyük hozzá, tehát hogy azért lássák el az emberek, vagy értsék meg azt is, hogy ahol nem ezek a környezetkibocsátási normák vannak. Mondok egy például, Brazíliában milyen huszkvarnákkal lehet fűrészelni? Milyen huszkvarnát tudsz te megvásárolni egy brazil huszkvarna kereskedésben? Például. 288-as tuti szerintem. 20-30 éves modelleket. Igen. Mert ugyanaz van a stílben. Tehát gyártják a mai napig azt, ha jól tudom, a 070-es, 051-est. De ez valószínűleg ott az ottani üzemeikben, nem? Ott, szerintem az ottani üzemeikben, de ugye ott nem számít, most mennyi. Mit pöfök ki? Az a baj, hogy Isten igazából számítana ott is. De számít, csak úgy mondom, az előírások igen, nem vonatkoznak nem rájuk. Így van. Tehát nem vonatkoznak rájuk, azok az előírások. Meg ugye ott azért olyan állomány van, hogy gondolom, hogy oda kell a lóerő. Na jó, akkor figyelj, stíl vagy huszkvarna, melyik a jobb? Én ezt mondom, egy-egy. Így van. Te Attila? Én is azt mondom. Egy-egy. Oké. Egymás nélkül nem igazán tudnának létezni szerintem. Ez a konkurencia harc. Sőt, ott még van egy csomó jó gyártó még azon kívül. Tehát... Az meg a másik vonzata a dolognak, hogy emellett a két nagy márka mellett, ugye tehát említsük is meg, megfér. Roleo Makot is, így tehát van. Természetesen ő is megfér mellettük szerintem. Ő is egy tradicionális európai gyártó. Tehát ugye ezt is tudják sokan. Nem olyan régi, nem olyan régi, mint a Husqvarna, vagy a Stihl. Nem olyan régi, de a láncfűrészekből is elég régi. 1972 óta gyártják, ennyi. Ezt tudjuk pontosan. Azért az sem most volt. Igen. Az, hogy a piacból bizonyos szegmensekből kiszorult, az arra késztette például az Roleo Makot, azért azt említsük meg csak úgy sejtelmesen, meg nem általánosságban. Az arra késztette, hogy bizonyos szegmensbe erősítsen. Igen. És ez erről szó. Tehát van olyan dolog, amiben nagyon-nagyon jó az Roleo, van olyan jó, mint a nagy gyártók. De van, amiben nem. Van, amiben nem. Ezt el kell ismerni. Ennyi az egész. Nincs ezek van. Na jó. Szerintem ezt a témát is kiboncoltuk. Tehát akkor hatásvadász film, hatásvadász befejezés. Szavaztok. Szavaztok.